nem tudom, hogy veled, vagy te végigmentél-e ezen, ezen az iszonyú elszállós folyamaton. Én tudom, hogy én végigmentem rajta, tehát velem elviselhetetlen lehetett együtt dolgozni, vagy fogalmazunk így, elviselhetetlen volt valószínűleg együtt dolgozni. Mindenben neked volt igazad? Hát, hogy a fenében, persze. Romeo és Julia, volt rajtam 3 év, különböző helyeken becsúsztatva. Hát azt, ha véletlen az rosszul volt valamelyik kezébe becsúsztatva, akkor ott az egészet előről kellett kezdeni. A hiszti is volt? Rendesen? Szerintem igen. Azért az kellemetlen. Rosszul emlékszem már ezekre, de... Az ember az ilyet hamar elfelejt. Ez a short term memory loss. És Falvi Gabinak ezúttal is... De arra úgy nem tudom, ki ezt csókoltatja. Az öltöztetőm. Okay. Hogy lett vége ennek? Ki volt az, aki szembesített azzal? Vagy még most is tart? Szerintem nem. Szerintem nem. Vagy lehet, hogy időt... Emlékszel egy pontra, amikor azt mondták, hogy Zoli, fog be a pofád. Vagy nincs igazad. Vagy vedd már észre. Vagy magadtól jöttél rá? Én szerintem ez egy hosszabb folyamat volt, nem emlékszem a tükörbenézős, nem emlékszem tükörbenézős pillanatra. Talán az a döntés, hogy eljöttem az operettből, és gyakorlatilag a prózai színházzal tökéletesen újra kellett kezdeni valamit, és visszaülni az iskolapadba, vagy legalábbis én azzal az attitűddel léptem be például a Centrál Színházba, hogy én itt egy tanuló vagyok. És ott már nem hiányzott, hogy sikongatnak még az operettes kislányok az öltöző előtt? Nem, mert ott még volt valamilyen nagyon érdekes ilyen rám csodálkozás a próza felől. Tehát az énekes, aki fú, de szép hangja van, meg nem tudom, tehát ott még volt egy valamiféle nimbusz, és ez kölcsönös volt, mert én meg csodáltam őket, és ültem a takarásba a kétmondatos szerepemmel, és néztem, ahogy játszanak a nagyok, és próbáltam tanulni, tehát hogy ott az ilyen kölcsönössé vált, csak más irányból.